Üdvözlök mindenkit, F1 Matej is back. Ahogy ígértem, lesz egy Season Challenge bemutató, úgymond végig tolom képernyők előtt ezt játék módot. Itt látszik a karrier módon belül érhető el ez a funkció. Lehet easy, medium és hard lehetőség között választani. Ugye nem kell megmagyaráznom, hogy ezek mik. Én azt mondom, hardon megyek, hiszen ez való hozzám, ugye azt hiszem a professionalainak felel meg. Kettő közül lehet ugye választani a két kis csapat, a Marussia és a Caterham. Csak azért választom a Caterhamet, mert jobban fekszik az irányítása. Szerintem ez az animáció eléggé korrekt. És akkor kezdjük is el a szezont. És elnézést ezért a normál felbontásért, egyszer nem tudok menni 16.9-essel. Úgyhogy most így nézzétek. Ugye a 20. helyen állunk a bajnokságban. Ugye még el se kezdődött, itt híreket lehet olvasni. Bajnokságállás, leaderboard, hogyha megveted a játékot, akkor részneten keresztül elvileg följegyzi nekem. Itt már vagyok egy bizonyos pozícióban. És itt lehet egyes dolgokat beállítani, például újra is lehet kezdeni. Na, de a lényege ennek a Season Challenge-nek, hogy nem a rendes versenynaptár szerint működik egyrészt, másrészt mindig ki kell választani riválist, aki ellen mész. Én most mondjuk Sergio Perez-t választom ki, hiszen úgy láttam, hogy egy McLaren szintet megütök egy Caterhammel is ezen a versenyen. És akkor go to session, nézzük is meg, hogy mit tudunk. Itt láthatók szintén hírek. A Perez és az én közti rivalizálásomat írnak. Formula One Rocky, köszi! Szóval, hogy egy kezdő csatlakozott a Caterhamhez. Caterham leigazolt engem, illetve hogy 10 versenyre vagyunk a végső győzelemtől. És remélem most annyira nem fog szaggatni, mint a videó tesztben. Hát most itt átugrottam. Ja, végül is egy bemutató szöveg volt. Na, én azt mondom, hogy Monzában a leszorító erőnek adjunk, úgyhogy majdnem föltolom maxra, azért ne szenvedjünk a kanyarokban. És akkor kezdjük is el. Na és akkor... Ilyenkor imádom, hogy nem nyomja be automatikusan a DRS-t, de jól van. A szezon első kanyarja. Viszonylag jól teljesítve. Nem tartozik a kedvenc pályáim közé Monza. De megpróbálunk itt is jól teljesíteni. Az egyik Mercedes. Ajjaj, lag. De túl kormányzott az autó. Ugye kevés a leszorító erő. Hopp. És sikerül befordulni, ennek örülök. Ugye ne egy Mercedes szintet várjunk el egy Caterhamtől. Ezt nagyon elrontottuk, ezt flashbackeljünk szerintem. Hiszen valami pauzálása a felvételnek ez a Dev 11, ami a flashback a játékban. Hát ez megint szintúgy nem sikerült olyan jól. Most már koncentráljunk rá erre a kanyarra, varagolik a...
ezúttal viszonylag, hát azt mondom 13. Aha. Első próbálkozásra 12. lettem. Ez azt mondom, hogy innen egy tökéletes pozíció lesz. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz valójában. Vége. És elvileg lesz egy Park Fermé. Nem lesz Park Fermé. És akkor itt már ugye szabályok értelmében nem lehet a beállításon se változtatni. Csak az első szárnyáláson. Kicsit lejjebb veszem. Ugye a sebesség miatt. Ramondó vagyok. Hát ugye egy ötkörös a verseny. Szóval egyértelmű, hogy lágyakon megyünk. Ezt kiadjuk, ezt az animációt, ez semmit nem változott a legtöbb játékhoz képest. Rivals have been chosen and the pressure is starting to build. Let's see who gets the upper hand in the first race. Alonso sisakja egyébként HD, szóval azért feltűnően jól csillog. Meg aztán Raikkonené is. Többet nem találtam egyelőre. Let's get the season off to a good start. Let's make sure we finish ahead of our rival. Plusz 3-ba vagyunk. Akár végig Ridge-ben nyomhatnám. És akkor rajt. Ott látszik Perez, őt kell lerajtolni. Az első kanyarban jobban leszünk. Hoppá, úgy kérdez. Hoppá! Valakitől kaptam egyet hátulról. Button! Hova van Perez? Mögöttünk van Perez. Ajjajjaj! Button nem kímél. Az atomlag volt. Próbáljunk meg a mezőny után menni. Igen, azért el kell mondani, hogy az AI eléggé agresszív. Ha jól emlékszem, még mindig le lehet vágni, nem kapsz érte a büntetést. Mondjuk kirakott ide egy ilyen fekvőrendőrt a játék, ha valaki próbálkozna ott. Ami egyébként érdekesen meg tudja dobni néha az autót, főleg a klasszikus autókat. Állj, a parabolika rébálom. Hány pluszba vagyunk? 3-ba? Akkor szerintem én... Kéne... Jó, hogy nincsen benzinállítás, ezt jót lehet volna tudni. Na, ajjajajajaj, massza. Tudjuk nyomni a rocsában. És megvan. Följöttünk a 6. helyre. És amondó vagyok, hogy itt értek nyomok. Veszteni nem veszhetünk vele. Limit online. Még nincs DRS, és már is ilyen sebességnövekedés. Azt is tudni kell az AI-ról, hogy belsőjével nagyon nem szeretnek bejönni. Úgyhogy jobb lesz, ha te sem ézzel belsőjével, meg külsőjével olyan tempó növekedésre lehet számítani. De azt még szerintem a túlvilágon is megügyelnék. Kész vagyunk két körrel. Szóval 7-7-7-es időt jövünk. Most hirtelen nem tudom, hogy ez jó-e vagy nem. Perez csak 16. Nem én voltam.
amúgy tényleg nem én voltam, mert rajtam előtte voltam. Na mostantól fognak kapni DRS-t. Így kezdhetünk félni. Hoppá. Na massza. Gyerünk. Olyan távolságban nem fog jönni belőle. Hoppá! Ezt mondom, meg tud dobni rendesen a rázókő. Bátor megelőzte Masszát. Ez nem egy zóna. Ajjaj! Jó, még megvan az ív. Ohohoho! Ez én voltam mondjuk. Ráhúztam Buttonra. Ugye az irányváltásokat nem bünteti még a játék. Hopp! Ma meg lag volt. Ez a végtávon folyamatosan lehet előnyt kovácsolni. Spa még ilyen szerintem, ahol ennyit lehet ugrani egy féktávon. Egyébként érdekesség a Season Challenge-ben az, az első öt pálya az európai, aztán megyünk át a tengeren túlra. Például India lesz, aztán Korea, Shanghai. Mi lesz még? Ja, Austin. Brazília lesz az utolsó, az nem meglepő. Aztán európai pályák közül van ugye Monza, Spa, Nürburgring, Silverstone. Ja igen, a tengeretúliból még Kanada is van. Jól tudom. Egyet még sehol sem mondtam. Akkor meg lenne a 10. Még majd eszembe jut. Mindegy, most nem jut eszembe, ne is ezzel foglalkozzunk. Monaco ugye nincs benne, semmilyen városi pálya. Ez viszonylag jó, és elkezdik az utolsó kört. Van egy kis jó kis előnyünk. Mindig túl kormányzott lesz az autó ebben a kanyarban. Legalábbis, ha hátul van a fék, mint most nálam. Talán nem akkor a probléma. Az előző szezonban azt vettem észre, hogy a Mercedesek lehetnek a legnagyobb ellenfelek a bajnokságban. Ők jelenleg most előttem vannak. Közvetlenül előttem. Az első futam még annyira nem látszódik. Jó tudom, most Alonso van az élen. Legalábbis, ha annyira ismerem a játékot. Meg ugye Ferrari hazája, Ferrari Monza, Alonso. Hopp, ez csúnya volt. Hoppa. Megúsztuk azért. És Alonso nyert, igen. Ez eddig várható is volt. Talán még Austinban lesz még erős Alonso. És kész is vagyunk. Sikerült megelőznünk Perezt. Ez nem akkora meglepetés szerintem. 12. helyre, illetve nem, 15. helyre sikerült fölkapaszkodni az a levállás. Hülkenberg büntetést kapott. A játékban istenített ember, most nem a legjobban jött ki a játékból. Itt a bajnokság állása 6-6-ak vagyunk, 17 pont már a hátrányunk Alonsoval szemben. De Alonso annyira nem lesz jó.
a szezon további részeiben. Hamiltonra kell nagyon figyelni, hozzá képest 4 pont hátrányunk van. Egy öröm, mert ugye 6. helyre behoztuk a 2-remet, ez nem mindennapi teljesítmény. Úgy bírom, amikor ott a takarítót is mutatják a háttérben. Megint belaggolt. Erre föl lehet készülni, mert a továbbiakban is ez lesz. Rendszerint. Megvehetünk Perezt. Megint nem látszik a fele a feliratnak. Ferrari megszerezte első győzelmét, az volt kiírva. Egyszer megnyertük Perezt, még egyszer kell. Nem. Nem, csak 4 európai pálya van és... Akkor mit nem mondtam? Indiát mondtam, Japánt nem mondtam. Közben újabb e-maileket kaptunk. First race, első verseny, megvertük ellenfelünket, versenyadatok, illetve hogy mit lesz, mi lesz a időjárás, meg egyes adatok a Nürburgringről, inkább az időjárás az, ami érdekes. A többit azt nagyjából tudni. Ha jól emlékszem, akkor Kína lesz esős, az light rain, Japán meg extrém esős. Ez mindig így szokott lenni. Ez is érdekesen néz ki itt a lősz kanyarban. Szerintem jó kép lett. Ezt nem tudom megmondani, talán Rosberg autója. Most ebben nem mennék bele. És be is tölti a pályát. The second race of the calendar brings us to the Nürburgring and the start of the German Grand Prix. Itt vagyunk a pályán, beszállunk az autóba, ezt már láthattuk egy párszor. Azt mondom, hogy kicsit erre viszem a leszorító erőt, szóval a leszorító erő irányába viszem az autót, hiszen azért van egy-két technikás kanyar a pályán. Az úgy szép, már úgy kezdődik, hogy kim voltam a füvön. Emberünk nagyon tapasztalt lehet. Meg is az autodrive-ban. Szerintem túl sokáig húzzák ezt a jelenetet. Itt be van kapcsolva a DRS. Aj, Fettel már is kezdődik. Az de jól tapad. Azt hiszem a liga selejtezőben is 2-remmel mentem ezen a pályán. Jó lenne az a beállítás, az fekszik nekem. Közben Alonso, Webber, hol vannak a Mercedesek? Aj, de lag! Na, az már egy Mercedes, mintha ez egy már egy Mercedes lenne ott. Bizony. Még hozzá gondolom, nem éltem. De van olyan, amikor Rosberg van előrébb. Jó helyen állt. Azt. Menjél már. Jó, végül is annyit önvesztettünk ezzel. 1,9. Huha. Sok a hátrány. Ferrari van az élen, ha jól látom. Tizennégyen kívül vagyunk, az nem jó. Na. 18. Mindegy.
Azt arra kíváncsi leszek, hogy ki nyerte meg. Azt is... Nagy... Az eredmény hívőben azt elfejtettem megnézni. Massa? Raikkonen, Hamilton, Perez a negyedik. Azt nagyon meg kéne akkor nyomni. Ezzel nem kalkuláltunk. Ha mindegy, akkor próbáljuk is meg. Ilyenkor nem kéne ilyen sokkal. Sergio Perez is losing the rival challenge by a point. Oké. Okay. We're one up against our rival in the rival challenge. If you meet him today, you'll get a contract offer. Come on, let's do this. Szóval el kell használni az összes kereszt erre. Valamit ki tudjunk csikarni elő a féktávból. Oj, de jó, de jó, de jó, de jó, de jó. Nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Büntetés. Hol van Pérez? Elő van, elő van. Följöttünk 5. helyre. Az a baj, hogy Pérez túl jó helyen van. Jól látom, második? Jókor fogom ki az egyik bugot. Vagy Perez második nem volt ebben a játékban, és az is biztos. Hamiltonnal mi van? Your rival's currently in second place. Oj. Közben Massa megelőzi Perez. Jól van, itt van előttünk. The moment. És látszólag nem tudja tartani az élmezőny tempóját. Alonso is csipkedi a hátamat. Hoppá, itt hibáztam a selejtezőn. Túl gyorsan álltam a gázra. Hamilton megelőzi Perez? Igen. Rányomjuk az összes kereszt. Az jó nekünk, hogyha harcolnak. Jó. És... Kicsit sportszerűtlen volt, de belefér szerintem, azt mondom. Na, ezt viszont nem értem, miért volt corner cutting. A legkevésbé vágtam le a pályát.
Ahogy látom, Perez egy kicsit lassabb a többieknél. Az lag. Kérdés, hogy Hamilton meg tudjuk-e fogni most. Se nem lenne egy rossz dolog. Már Raikkonen és Massa van elől. Őnek elég kevés pontjuk van. Ilyen szempontból. Ez kicsit kezd leszakadni. Igen, és a többiekhez képest eléggé lassú. Három Hamilton. Most is Hamiltonnal foglalkozzunk. Jó, tudom, hogy itt van mögöttem. Meg most mit csináljak? Elve mostantól már tudja használni a DLC-t, az előbb is tudta. Úgyhogy kim van, az egy másodperc, hogy... Szóval ez lehet a legkisebb gondunk. Na most nem vettük le. Hoppá. Perez nincs a környékünkön, az egy eddig jó az. Ez a kanyarról, hogyha túl gyorsan lépsz a gázra, akkor kipördülsz. Akár van TC, akár nincs. Ez full gázos. Csak egy picit kell venni. És hogyha itt elrontod ezt a kanyart, akkor esetleg tudod full gázzal venni ezt a kanyart. Mint ahogy az előbb én csináltam. De elmélet annyira nem tudta elhúzni tőlem. A Webber megelőzte Perezt. De otthon Webber nyert az előző futamot, illetve nem, második lett. Ugye Alonso nyert. Úgyhogy jó lenne magunk mögött tartani. Masszai a leggyorsabb kör. Az utolsó körben járunk. És közelünkben sincsen Webber. Hopp, hopp. És egy kicsit itt ránk közeledett a Mercedes arénában. Annyira még nem biztos, azt mondom. Talán csak az egy DRS zónát kell kivédekezni. Onnantól már jobb vagyunk. Webben nagyon a nyakunkon van. Ezen változtatni kell. Oh. Azért ezt nem kéne csinálni. No, most kell rányomni az összes keresztet. Az úgy szép volt Webberként. 10 percet túllőtt volna ez a verseny. Hát kizárt. Raikkonen tízzel megnyerte. Kíváncsi leszek a bajnokság állására. Vége ennek a versenynek. És beértünk. Webber sikeresen magunk mögött tartva. Itt még mindig kolbászom mögöttem. Nem tudom, mit keres. A negyedik hely nem az 18-ról. És itt nem is beszél semmit. Na, a bajnokság jelenleg így fest. Hetedikek vagyunk. 9 pont a hátrányunk Alonsohoz képest.
Az nagyon jó. Raikkonen második, Hamilton harmadik. Vele szemben 7 pont a különbség. Rosberget meg is előzzük, Perez is jóval. És akkor elvileg meg is kaptuk a McLaren-es szerződést, de előbb örülünk. Meg a parti este. Úgyből nem láthatok felvételeket, de biztosítalak titeket, hogy meg lesz. Kettő remmel a negyedik hely az szintén nem rossz, mint a hatodik az előbb. Nagyon szoros egyébként a bajnokság, az első 8-10 ponton belül. Brilliant int for Kimi Räikkönen. Hát ezt tényleg a semmibe húzta elő. És akkor visszatérve a menübe, elfogadjuk a McLaren-es szerződést. Két e-mail. Silverstone a következő. Ezt nem olvastam el. Elvileg. Szerintem én itt már nem fogok szarozni. Utazunk Vettelre és egy Red Bullra. Úgy érzem, hogy ez az autóban már meg lehet. Ez egyébként Malajzia, ha jól nézem a tribünökből. Naplementében. Nem tudom, mikor készült ez a kép, de szerintem nekem tetszik. És meg is érkeztünk. McLarennel Silverstone-ban szerintem több nem is kell. Drivers are in their cars and are about to head out on track for qualifying at the British Grand Prix. Let's go and join them. Újat nem mondott semmit, ilyen beharangozó inkább. Itt azt mondom, középen hagyjuk, hiszen ugyanúgy vannak gyors és lassú szakaszok a pályán. McLarennek is HD festése van, ezért fénylik ilyen jól. Illetve a textúra alapból szebb az alapjátéknál. Ó, itt ilyen matfeles. Hoppá. Nem jött jól. Azért már érzem a kapodást a seggem alatt. Bocsánat, a fenekem alatt. Egyelőre top 10-ben vagyunk. Na most ment az egyik Ferrari. Akik dabból össze-vissza. Egy tized a hátrányunk, az semmi. Sokkal kevésbé húzik ki a kanyarban a McLaren, mint a Caterham. Mercedes, gondolom Hamilton. Igen. Fox megy full gázzal. Csak majdnem. Megint valaki? Ott nem kellett volna elvenni a gázból a lábam. Ért a kezemet, az ujjamat. Na, Hamilton már megint az az egy tized. Hogy McLaren viszonylag nem is rossz. Főleg, hogy ezt a kanyart jól vesszük be. Még mindig előttünk van, úgy nézem. Az utolsó sikán. És nem corner cutting, menjünk a célegyenesbe. Hányadikok leszünk. És megnyertük! Egy tizeddel. Fettel csak hatodik. Pole pozícióban McLarennel Silverstone-ban. És most lesz Park Fermi? Lesz hát. Megvertük Hamiltont. Hiszen ő lehet a legnagyobb rivális a bajnokságban, főleg, hogyha Vettelt kiütjük. De ahogy nézem, eddig nem teljesített olyan maradandót. Jó, az az is isakja, de szép volt. Ezt meg kell találni a többi pilótához is. Ez a Spanyolország, egy Force Indiának a depója.
a 28,6%-át teljesítettük a Season Challenge-nek. Szóval majdnem 30%, a verseny után meg lesz az. Na, beszállunk a McLarenbe. És... gumikkel nem változtatunk, elnézést. Na, és menjünk is a pályára. Forró levegő az autó mögött. Vettel csak 6., és két mutat még Button, csak 11. Van egy kis különbség a két McLaren-es között. Azt a furcsaságot egyébként megfigyeltem ezen az autón, hogy elvileg ez Perez autója, ahhoz képest elől ugye 5-ös rajtszámot, hogy látjátok, 5-ös rajtszámot mutatott, és előbb, amikor meg kimoltunk, akkor meg ugye 6-ost. Most akkor ilyenkor mi van? Már én nem vágom a történetet. Rajtunk az jól sikerült. Hopp, egy lag. Júj, mennyivel vezetünk. Force Indiával azt mondom, hogy még lett volna talán egy kis izgalom is ebben a versenyben, de így. Bár még visszajöhetnek, szóval nem kell kiabálni. Irányításilag talán ez az egyik kedvenc autóm. Na és most sikerül is a Fox fullgázzal, ami az időmérőn nem ment. Abban minimum volt 1-2 tized. Első kör kész is van. 1.37 kereken. Vettel 4., javított a rajtnál. De ránk nem lesz veszélyes. Aj, de szépen jöttünk át ezen a kanyaron. Nagyon jó ez a McLaren szerintem. 12-ben is tetszett már az irányítása. Jaj. Már 5 másodperc 2 kör alatt, inkább másfél. Ráadásul hátszinten megyünk, ahogy láttátok. Már ez most nem lesz full gázzal. Túl belül kezdtem a kanyart. Az időmérőn így mehet mentünk volna, akkor az lehet volna fél másodperces előny is. Úgyhogy csak Fox meg full gázzal. Mindegy, ezzel nem is kár hüblődni. Meg lett a pole pozíció, ez a lényeg. Kész is vagyunk. 33.8. DRS is now enabled. We recommend using curves to defend against drivers using DRS. Hopp, egy lag. Nem keresztbe állt az autó. Nagyon gondolkozok, hogy akkor hozok rá Hamilton a 7 pontot. Egálba leszünk vele a bajnokságban. Igen, megint lila szektort megyünk.
ugye 7 pont előnye volt eddig. Vettem meg, úgy nézem, a sűrűjében van. Mosszát azt írta, nem tudom, hogy hol van. Mint hogyha ő említettem mögött lenne. Rájkönen sehol nincsen, alózó szint úgy. Ajjaj. Viszonylag gyors verseny lesz. P4 is your rival. Rival in P4. 33-8. 6000-eddel javítottuk meg a legjobb időnket. Ráadásul úgy, hogy ott az előbb elég elrontottam az egyest. Itt a backet se úgy sikerült, ahogy kellett volna. Úgyhogy ezen még van mit javítani. Körben járunk, és valami kicsit az előbb kezdtük volna el a versenyt. Gyorsan telik el ez a verseny. Ez szép volt. És kezd bejönni, amit mondtam, hogy a Mercedesek lesznek a fő ellenfelek a szezon elteltével. Már ez Rosbergen egyelőre nem látszik, és csak 84 ezred az előnyünk. Ez összem egyelőre. Nagyon laggolunk. Ez az utolsó körben járunk már. Szerintem ezután a verseny után ennek a résznek annyi lesz. De már eléggé készült a játék. Túl gyanús az előny, ez túl gyanús. Hol vannak? 10,7. Jézusom. Fosz, túl gázzal. Meg ott. Ez is túl gázzal jöhet be, kett az már kicsit el kéne menni. Főleg a második kanyarulatában. Hunger Street. Straight. Angol stúlok. Fél másodperccel gyorsabbak vagyunk magunknál. És érkezünk az utolsó sikánba. Inkább nem is nevezhető sikánnak. És milyen időt megyünk. Hát mondjuk most nem lényeges. Fettet megvertük. Fette azért följött a negyedik helyre, a hatodik helyről. Na. Most a harmadikat. Sebastian Vettel just couldn't finish ahead of his rival today. Sebastian will definitely be looking at pulling one back next race. Jó, hogy visszavág a következő versenyen. És átvettük a vezetést a bajnokságban, ahogy mondtam, Hamiltonnal pont azonossággal. Menjünk is vissza a menübe, de először öllünk. Végre a dobogó tetején is. Kiszállunk az autóból. Szokásos animáció. Két animáció van egyébként. Az egyik az, a másik kicsit hosszabb. És örülök, hogy a rövidebbet játszották be. Mikor azért látszik egy kicsit a
Perez-féle felirat. Kesztyűn. Na és akkor azt mondom, hogy ennyi mára elég volt, legalábbis ebből a részből, lehet, hogy ha még folytatom. De szerintem ennyi bőven elég volt. Folytatjuk legközelebb, addig is viszontlátásra.